mindenki magában. Kívülről várhatjuk a csodát, de hogyha belül nincs meg az az akarat, az a motiváció, hogy meg akarjuk csinálni, és meg kell, muszáj meggyógyulni, akkor, akkor hiába segítenek kívülről. Szia, Andi! Szia. Örülök, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm előre is. Én köszönöm a meghívást. Ma én szívből remélem, hogy olyan smiről tudunk beszélni, amiről rég nem beszéltél. Modell voltál, -e, szépség, nőiesség, szabadság, egy csomó minden jellemzi az életedet, és engem leginkább most a szabadság érdekel. Honnan jön a vágyad, és hogyan éled meg? Hmm, szabadság. Az egy dupla oroszlánnak olyan furcsa szó, mert hiszen egész életemben, illetve a szabadságra vágyom, vagy vágytam, de mégis én nagyon végletek vagyok. Az mit jelent? Én, én szeretem azt a tulajdon jogviszonyt is, ha kell párkapcsolatban. A tulajdon jogviszony neked jó, vagy mindkettőtöknek jó? Én úgy gondolom mindkettőnknek, mert hiszen nekem az az öröm, ha a másiknak is öröm. Tehát nem vagyok, életem, én vagyok önző ember. <laughs> Mi a véleményed a mostani tendenciáról, és, és tényleg a női szabadság van egy iskolád, és, és nyilván oda többnyire gondolom nők jelentkeznek. Azért hála Istennek én is azt tapasztalom, hogy, hogy igenis keressük az utat, hogy szabadak is legyünk, ugyanakkor meg párban, ugye megéljük a, a párkapcsolatok intenzitását és az összes skálát ezen belül. Hogy te hogy tapasztalod, hogy ez a tendencia milyen irányba megy? Hát, hát, én eléggé férfi párti vagyok. Lévén két fiam is van, de mégis az a feladatom, úgy tűnik a sorsom, hogy, hogy tényleg lányokat, nőket tanítgatok, kicsit terelgetek, hogy merre. Mert van, aki képes lenne leülni egy, egy papírtollal, és hogy mondjam el a titkom. Én nagyon szívesen beszélgetek, mindig őszintén, arról is, hogy én hogy élek, tehát táplálkozás, ebben mindent, az, hogy milyen lusta vagyok, és mennyit mozgok, meg nem mozgok. Tehát mindent őszintén bevállalok, csak azt veszem észre, hogy kérnék a segítséget, vagy igényelnék, nagyon kíváncsiak, de amikor adott lehetőség van, hogy akkor gyere, megvan az időpont, akkor úgy, 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 úgy meghátrálnak vagy félnek szembesülni dolgoktól, ami hát pedig nem, nem marapjuk le senki fejét, és nem állítunk senkit piedesztára, hogy most akkor ezt nagyon rosszul csinálod, tehát nem irányítani szeretnénk, csak egyfajta tanácsadás, de mégis amikor lenne rá lehetőség, akkor úgy megfutamodnak a hölgyek. Nekem az a tapasztalatom, a, a hallgatóim többsége megijed a változástól. Igen. És attól, ami a változással jár, hogy lehetséges, hogy ez lehet az oka? Szerintem igen, persze. Hát rengetegen, ahogy sajnos rossz kapcsolatban élnek, mert félnek váltani, mert félnek az egyedülléttől, esetleg... Anyagi vonzat, ami aztán 80% bizony, hogy hát azt megfeladni. Igen, sajnos itt így vagyunk. Hány nagy kereszteződés volt, ami nagy, mély változással járt az életedben? Hát, négy. Elmeséled őket röviden. Lehet, nem mindent. Első volt szüleim volt vállása, lánygyerekként, tehát mindig hiányzott édesapám. Aztán a betegségem, ami 22 évesen volt, és aztán végül is a, a házasság, meg a gyermekeim. Ami végül is tehát nem, nem negatív, vagy nem olyan, csak olyan, 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 olyan mély nyomot hagyó váltás inkább, kicsit azt mondanám. Hogyan élted meg a változásokat? Jól, jól teljesen jól. Én azt hittem, hogy majd ö, ö, gyermekvállalás alatt mondjuk, hát majd ott nem az, hogy unatkozom, mert azt én nem tudom, mit jelent az, hogy unatkozni, de hogy úgyse fogok dolgozni, meg most jó pár év. Nem, nem, mert a ekkora pocakkal is felléptem. <laughs> Tehát úgy, úgy, nem, nem tudtam, sőt, mikor bejelentettem többször, hogy most nyugdíjba megyek, vagy hogy a modell szakmát elhanyagolnám, akkor mindig kaptam egy olyan felkérés, hogy hú, hát azt mondtam, hogy na ezért, ne, ezért most még akkor megint nem szállok ki. Amikor azt mondod, Hú, akkor a pénzre gondolsz, a kihívásra gondolsz, vagy maga a közegre? E, mind, ez, ezt így összegyújtom mind a mindenre. És van még valami igen. plusz, amit nem soroltam fel? Nincs. Nincs. Nincs, ez a három így egyben. Igen, igen. Uh -huh. Ha újra kezdhetnéd az életedet, 14 vagy. De fura, igen, nem szoktam ezen gondolkozni. Mit csinálnál? És nem hát, másként. Egy... Mit csinálnál? Kapsz egy lehetőséget? 14 éves. Ez egy nagyon jó kérdés. Sose gondolkoztam még rajta. Csináljuk mindig, mindig azt mondom, hogy hogy semmit nem csinálnék másképp. Habár persze de ezzel ez az észre. Új de jó lenne, igen, ennyi tapasztalattal, észre ott állni. Hát akkor bizony lehet, hogy elmennék. Annyiszor hallottam már, hogy rossz helyre születtem itt szakmailag, hogy milyen karriert tudtam volna befutni esetleg külföldön. De én mindig megelégettem a valamit itthon elértem, tehát nem vagyok egy karrierista ember. Szóval 14 évesen modellkednél és külföldre mennél? Szívesen, é, jól értem. igen. Uh -huh. Ha lenne olyan mentorom, vagy egy olyan ügynökség, amik már mostanában vannak, ugye az én időmben nem voltak. Szóval mindenképp modellkedés lesz. Ja nem, nem, nem. Én látod, és most csak ebbe, mert, no. mert olyan, olyan monogám is ki vagyok. Lépjünk ki, ki ebből. ebből. És mit mond a lelked? Jó jessé, 14 éves vagy. Tudod, hmm. rengeteg olyan film volt, hogy reggel úgy ébrednek a főszereplők, hogy hups, újra 14 éves vagyok, kezdhetem az egészet. Előre Lehet, hogy ez baj, mert jól érzem magam akár a bőrömben, az életemben, és, és tényleg nem vágyom, hogy másra, hogy most így rávágnék valamit, hogy hú, én most, most, most mi lennék. Pedig tini lennél, buli lenne. Ez most is van. Romantika most is van. <laughs> Persze. De hát most nem olyan, mintha 14 éves lennék? Hát néha olyan, néha tényleg? olyan, mintha 9 éves lennék. Mesélj, mesélj <laughs> én, tehát nem, én nem, nem, tehát nem, vagyok az az otthon ülős típus. Szeretek elmenni, nyitni emberekkel, beszélgetni, találkozni. Az baráti társaságban is tartjuk ezt, hogy. Tehát hogy... igen, így, hogy meg már nagyok is a gyerekek, tehát erre most egyre több idő van. De tudom, kisgyerek, kisgond, nagygyerek, na, ezt megfogadtam a régi öregektől, mikor régen ezt találcsolták, és igazuk volt. Az egészség területén mi volt a legnagyobb kihívás az életed során? Hát volt egy, egy betegség, ami, ami végül is úgy, úgy sok mindent megváltoztatott. 22 éves koromban volt, hát akkor úgy nevezett ményakrák. De most már mai orvosoktól, és most az orvostudomány ahol tart, azt mondják, hogy, hogy, nem lehetne most így rásütni arra, ami nekem volt. Hogy talán nekem nagyon-nagyon időben észlelt véve valami, P4-es műtöttek, ami nem sikerült, utána volt egy konizációm, ami után szintén azt mondta az orvos, hogy, hogy nagyobbat kellene kimetszeni, mert a szövettanom nem volt jó, és én azt a műtétet nem vállaltam. És lett Saját kétsziad. felelőssége, igen, lett két egészséges, gyönyörű fiam, és valahogy akkor léptem rá egy, egy másik útra. Tehát a pszichés öngyógyítástól kezdve... Ki volt segítségedre akkor? Akkor, akkori barátnőm elvégezte már a agykontrollt, abból a gyógyítást is, és én benne bízva meg magamban nem vállaltam az akkori újraműtést, és elindultunk ezen az úton. Hát kőkemény volt, és mindig azt mondom, hogy, hogy senki másban, de elsősorban magamban, tehát mindenki magában. Kívülről várhatjuk a csodát, de ha belül nincs meg az az akarat, az a motiváció, hogy meg akarjuk csinálni, és meg kell, muszáj meggyógyulni, akkor, akkor hiába segítenek kívülről. Szóval volt egy segítőd, Igen. volt egy módszer, ami mondjuk Mentálisan fölkészített a betegség leküzdésére, és akkor említetted, hogy a étkezés is megváltozott. Mi volt a változás? Ebben? Hát az a, az a teljes egészséges, sőt, addig is a nyers kosztot részesítettem előnyben, de utána teljes mértékben. Inkább. Zöldséggyümölcs. Tehát én el vagyok. Zöldség, gyümölcs, magvak, de natúr nem sós pörkölt, hanem mindenből a natur, és, és hát akkor az egészséges. Nem is Húst nem is De, de. Nagyon keveset. Halat inkább, és kevés hús, csirke. De, de, de amit tanítok is, hogy mindenkinek ekkor a kis gyomra, amekkora az ökle, és ami ide belefér, az naponta ötször. Hát olyan gyönyörű, szép, egészséges dolgokból összeválogatva, Azért az, kéne... az nem sok. Hát azért bűnözöm is. Nem, nem sok. Hétvégen te Hogy néz ki? Aha. És ez hogy néz ki, amikor bűnözöl? Hát akkor az, az a, a, a páran el tudnak csodálkozni. Amikor evős napom van, akkor, akkor mindent megengedek, amit megkívánok. Benne van ben a sütés. Micsoda, mi, palacsinta, somlói, tészta, pizza, igen, igen, akkor, akkor, ez akkor egy a nap, vagy két nap. Nem, egy, egy, egyet az engedek meg. A Mindig a azt mondom, hogy én akkor lakom jól. Tehát heti egyszer engedem meg egy napon, egy napon keresztül, hogy jól lakjak. Hogy érezzem azt az érzést. Hogy látod, hány éves korodik fogsz ilyen dinamikusan, egészségesen élni? Sokak szerint 85-ig, de az már nagyon fárasztó lenne számomra. Hát szeretném, szeretném, ezt minél tovább úgy, úgy kitenni. Nem tudom. Hát ugye most 52, hát egy 10 még biztos, hogy van benne. Hány évesek a fiaid? 2000-es és 2004-es, tehát 19 és 15 fél. Van már barátnő? Igen, van. Hasonlít rád? Nem. Tényleg? Tényleg. Hát van egyáltalán, külsőben sem, tehát, tehát most hajszínűen azt mondjuk, hogy szőke, akkor a, a nagyfiamnak a barátnője, de teljesen mások. És, és, és nekem, tehát mindig mondták, hogy úristen, milyen anyós leszel, és mondom, na látod, te se ismersz emberileg, hogyha ilyet tudsz mondani. Abszolút elfogadó, abszolút nyitott vagyok, és csak az számított szeressék a fiaimat. Mi a legnagyobb kihívás mostanság az életedben? Hmm. Hát, talán a, a fiaim sportkarrier segítése, de mondjuk az se kihívás, mert abszolút természetes. Hát az ő, az ő útjuk és jövőjük, amit, amit csodálattal és, és kíváncsisággal nézek és várok, hogy, hogy merre lesz és hogyan. És ez kihívásnak éled meg? Ugye a részvételt néha magamba, hiszen én nem sportoltam, tehát nem kellett úgymond megfelelnem semminek, nem szeretem a megmérettetést, soha nem vettem részt semmilyen versenyeken. És rajtuk látom, hogy, hogy ez kőkemény feladat. Azt szeretném kérdezni, hogy, hogy tíz év múlva, húsz év múlva, hogy és milyen szerepben látod magad? Remélem nagy nagy szerepbe, hát amire lehet már, hát tizet, na jó, Hát igen, a körül szeretnék azért már nagyi lenni, hát és abszolút segítségre lenni nekik, a családomnak, unoka, a gyermekeimnek. Tehát ebbe Tehát most sincs semmiféle karrier, és semmi nem lobogott, hogy mit szeretnék elérni, mik a célok. Nincsen. Ebbe viszont úgy spontán vagyok. Ez segít a szabadságérzés megtartásában? Szerintem igen? teljes mértékben, persze. Hogy nincs kitűzött dolog, vagy... Meg tudod ezt fogalmazni? Hogy, hogy, mitől tudtad megőrizni ezt a szabadságérzetet, hát, ami végig kísért az életedet? Szerintem ez életfelfogás. És ez hogy néz ki? az enyém? <haz egyéb> Igen. <háll> hát nem is az a szab... Tehát így, hogy mondtam, hogy végletek vagyok. Nem, viszont egyedül meg nem élnék. Tehát nem az a hatalmas fajta szabadság, vagy hogy én most nem a feminitet, az, az teljesen távol állnak tőlem, teljesen. Tehát nem, nem tudom. Nem tudom, mert sose gondolkoztam, vagy nem akartam szinte megfogalmazni, de olyan jó, minden jó, ahogy van. Körülöttem, jó helyen vagyok. Én mindig azt mondom, ha valaki szeretve van, jó helyen van, az, az boldog, és az sugározza kifelé, és egy pozitív ember. Ezt a jó vagyok, jókat látok, minden jó, ezt honnan hozott, illetve hogy tartott szinten? Hm. Nem, nem, ezen tudom. se szoktam, nem, ezen se szoktam. Nagyon pozitív. Kérdezik, hogy te ki vagy te valami? Teréz, anyu? Mondom, nem tudom. Ki vagy te, buta? Mondom, nem tudom, de nekem így jó. Én azt szeretem, a körülöttem mindenki mosolyog, boldog és jól érzi magát. És mi van, ha nem? Akkor próbálok segíteni. De vadidegennek is. Az iskoládban, ha olyan hallgató érkezik, akivel nehezen bírsz, nehezen érti a dolgokat, esetleg pont az ellenkezője annak, ami, amilyen te vagy, mit csinálsz. Hát türelemmel, de próbálom neki mutatni, hogy, hogy miért is van ott. Hogy az édesanyja, vagy esetleg a nagymama, vagy valakitől kapta ezt a ajándékként, ezt a napot velünk, akkor, akkor segítem terelni, hogy miért de volt olyan tanítványom, hogy tehát se kilóban sem, tehát mi, mi nem hazadunk senkinek, hogy belőle micsoda modell lesz, mert az ezerből egy. Tehát a nemzetközi kritériumoknak megfelelni magasságban, kilóban, az, az egy nagyon szigorú dolog. És nem azért ülnek ott, hogy mi mindenkiből modellt csináljunk, sőt, csak, csak tisztelje, szeresse, hogy nőnek született akár. És volt olyan édes tanítványom, mondta, hogy ő imád fotózni, de már mint a gép túloldalán és végigcsinálta a napot, mindent, mindent, tehát elfogadta, hogy tegyük így a haját, úgy azt mondta, a nem készült, de mondom, most, ha itt vagy, akkor bíz magad a szakemberekre, és nézd meg, meg, fogod látni a különbséget. Csak ennyit szeretnék, hogy érezd, hogy ez milyen. Mindent végigcsinált, alávetette, olyan hajjal készült fotó, amit azt mondta, hogy az életében nem hordana. És a nap végén jött, de mosolyogva végigcsinálta, és azt mondja, hát Andi, nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon köszönöm ezt a napot nektek, de én azt hiszem, hogy maradok a, a gép túloldalán. Tehát, és a visszajelzések, ami mindig, mindig tehát azt igazolja, hogy jól csináljuk, és hogy örömöt tehát tényleg azt adjuk, a, a, amire várnak ettől a naptól. Mit csináltál olyankor, amikor ezt a fajta jóságodat, ezt a fényt, amit ezt kihasználták, elhasználták? Valahogy nem érzem ezt sem, vagy nem akarom megérezni, ha ez történik velem, de akkor azok úgy ki is kopnak mellőlem az olyan ember. Azért, mert nem akarod érezni, és akkor nincs, nincs közös dolog, vagy miért, mit gondolsz? Nem tudom, valaki azt mondta egyszer, hogy, hogy érdekből van körülöttem ennyi ember, és akkor azt mondtam, hú, de jó, te akkor ott kapnak, akkor mind kap valamit. És mondták, hogy te nem vagy normális. Hát de mondom, miért? Ez nem gondolod, hogy most ebben meg akartál sérteni, én tudom. De nem sértettél meg ezzel még nagyobb erőt adtál, hogy adni, adni, adni. Ha összefoglalhatjuk, hogy tanuljanak ebből a mások is, akkor hogyan foglalod össze? Mit kell csinálni, hogy ilyen könnyedén éljen valaki, és ilyen boldogan, mint te? Hát mindenképp jól érezni, ha most a külsőségek nem, egyik, nem csak. Mert Igen, mert sajnos abból ítélünk. Tehát valaki közeledik felénk, még nem hallottuk a hangját, nem tudjuk, hogy, hogy mutatkozik be, mit csinál, mit mond. Tehát amíg csak közeledik, sajnos külső alapján ítélkezünk. Ami egy csúnya dolog, mert mindig azt mondjuk, nem a külső a lényeg, de amíg valaki nem szólal meg, csak ez alapján tud dönteni. Sokszor az ítélet is, ami nagyon csúnya és negatív, de persze sajnos ez van. És amikor esélyt adunk, hát az meg, az meg egy, egy csuda dolog, amikor megismerünk valakiben egy más embert, vagy akár, akár, engem mindig feltettek, nem tudom, ismeretlenül valahova, és azt mondták, hogy milyen kellemeset csalódtunk benned. De mondom, te hogy te, te mit gondolhattál, hogy abba te kellemeset csalódtál? Tehát ez egy sértő dolog, mert hiszen, igen, honnan ismer a külsőségek alapján, az, hogy modell vagyok, hogy vagy ott vagyok, hogy vagy újságban vagyok, hogy vagy szívem, úristen, na, milyen ember lehet. Ez csúnya, és én ezt mindig-mindig le akarom törni, és ezért lettem szerintem ennyire nyitott és, és barátkozó, amit, amit nem érzem, hogy ki, hogyha ezt érezném, ott én zárok és továbbállok. Azért mondtam, hogy úgy le is monzorodnak azok az emberek, akik esetleg tényleg azért lennének körülöttem. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Odaérkeztünk, hogy most te kérdezhetsz egyet. Tőled? Uh -huh. Hű, de jó! Fened a fogad. Hát, de ez olyan rövid ismeretség, hogy... Mit kérdezzek tőled? Nem tudom. Valóban milyen az öltözködési stílusod? Olyasmi, mint a tiéd. Praktikus, komfortos, de legyen benne egy kis elegancia. Ez vagy a cipőben, vagy a pólóban, vagy, vagy a táskában, de mindenféleképpen legyen beleszúrva egy kis elegancia. De törekszem arra, hogy kényelmes, kényelmesen az egészségnek is kényelmes legyen, és a napi komfortomnak is. Tehát ez a grimasz az arcon, hogy jaj, szorít a cipőm, vagy Ugyan már nem bírom vagyok, a magas sarkot. Ezért mondtam, hogy olyasmi, mint mert amikor bejöttél, és láttam, hogy, hogy vagy fölöltözve, az egyből, azt mondtam, hogy hm? és azért mutassuk meg, hogy mi mit csináltunk, levettük ugye a cipőnket. <gül> szóval, <gül> hogy, hogy, hogy abszolút a komfortra törekszem, és bármilyen körülmény is van, vállalom azt, aki vagyok, mert azt mondom, hogy fontos, hogy, hogy én én legyek. Tehát hogy azt sugározzam, aki és ami vagyok, és Igen. hogy ez így. Köszönöm Igen. szépen köszönöm a kérdést, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.